Hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik. Na hát a terveink szerint majd belecsapunk a télbe itt a kánikula közepén, lehet, hogy kicsit furcsa, de arra készülünk, hogy majd a karácsonyi vásárra térjünk ki, illetve az adventi vásárra, de hát annak apropóján, mert most lehet jelentkezniük majd azoknak, akik szeretnének részt venni, dizájnerek, iparművészek, kézműves alkotók, és fölmerült az a kérdés is, hogy egyáltalán hol tud megvalósulni mindez, hogyha egyszer a hagyományos helyszín Vörös Marti teret a az állam elveszi a fővárostól, ezzel kapcsolatosan van azért jókora bizonytalanság. Na, akkor most mindjárt megnézzük, hogy... Igen, elvileg itt van velünk Fahisz Csaba vonalban. Okay. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Ő egyébként a Budapesti Brand non-profit ZRT vezérigazgatója. Sajnos közben valami tűzriadó megszólalt a háttérbe, de hát ez az élet és az élőadás. Ja, oké, ezért nem értettem, hogy... Igen, remélem, hogy azért lehet majd hallani, nem szokott sokáig tartani, vagy majd előbb-utóbb lemegyek. Jó, oké. Mi a helyzet a Vörös Marti térre? Most bearangoztuk, hogy lesz, de november 4-én indul majd az adventi és karácsonyi vásár, és most lesz majd a határidő, mindjárt beszélünk róla, hogy a kézművesek, népművészek, iparművészek jelentkezhetnek, de hogy a Vörös Marti teret tegyük tisztább először, ott lesz lehetőség, vagy nem, vagy itt most hogy áll ez a dolog? Igen, ugye először is gondolom, mindenkinek furcsa, hogy miközben a legnagyobb hőhullámra készülünk a nyáron, közben mi már a karácsonyi vásárral vagyunk elfoglalva, és azt tervezük, hogy hogyan fogjuk belakni a tereket, és a jégpályát, meg egyebet hova fogunk tudni elhelyezni. És ezt terveztük a Vörösmarty térrel is, már egyébként április óta, amikor váratlanul értesültünk arról egy költségvetési mellékletben, egy költségvetési törvény mellékletében, hogy eddig a főváros tulajdonában lévő tér, az átkerülne az államhoz, majd az 5. kerülethez. Szerintem az a tény, hogy mi erről egy újságcikkből értesültünk, az elmondja, hogy azért mekkora bizonytalanság ezzel az egész helyzettel kapcsolatban. Várjuk még a pontos, ugye minden törvényhez van, ugye mindig végrehajtás, stb. Tehát a pontos részleteket még várjuk, de mi azt gondoljuk, hogy ez minimum, hát egy kicsit challenge-elhető, hogy ilyen szép szóval mondjam, hogy ez a folyamat ez teljes egészében megfelel-e az alaptörvényben rögzítetteknek, hiszen itt tulajdonképpen egy tulajdonnal szemben egyszer csak az állam azt mondja, hogy ez mostantól kezdve az övé. Nyilván ez a helyzet legkevésbé a kézműveseknek jó. Azért is foglalkozunk már ilyen korán a karácsonyi vásárnak az előkészítésével, mert a Vörös Marti térre csak olyan kézművesek jöhetnek, akik ténylegesen saját maguk a műhelyükben készítik a portékákat. Ehhez idő kell, tehát én azt mondom neki októberben, hogy hello, rendezek egy karácsonyi vásárt, egész egyszerűen nem lesz terméke, tehát ezért is írjuk ki ilyen hamar. Uh-huh. És most ez a bizonytalanság, ez nyilván elsősorban őket hozza rossz helyzetbe, hiszen nem lehet tudni, hogy most akkor mikor fog tudni a Vörös Marti térre kapcsán eldőlni, hogy ki rendezhet ott karácsonyi vásárt, milyen feltételekkel, mikortól, stb. És akkor van egy B-terv, hogyha nem lesz Vörös Marti tér, akkor máshol, mert hogy mégis ki lett írva, tehát... Így van, mi mindenképpen eddig is úgy készültünk, hogy a Városháza Parkban és a Deák téren is tartunk karácsonyi vásárt. Mi itt tavasztal, a budapesti tavaszi vásáron megnéztük, hogy a Városháza Park alkalmas-e arra, hogy vásár legyen. Nagyon nagy sikerű vásárt tartottunk, úgyhogy ezekre a helyszínekre mi mindenképpen várjuk, és a Vörös Marti térre is felvettünk egy ilyen, mondjuk egy ilyen igénylistát, hogy ki az, aki jönne, mert egyébként, csak hogy még egy pillanatra visszatérjek, hogy ne szavarja meg feltétlenül a hallgatókat, egyébként az a tény, hogy az 5. kerület tulajdonába kerül a tér, az nem jelenti azt automatikusan, hogy ne rendezhetne ott a Budapest Brand karácsonyi vásárt. Mi azért is gondoljuk, hogy egyébként ez helyes lenne, ha mi tarthatnánk, hiszen a vásáron keletkezett profit, a nyereség, azt miután a kulturális programokra fordítjuk. Ugye a mi cégünk egy non-profit cég, az pont ezt jelenti, hogy nem viheti haza a tulajdonos, legyen az bárki is, hanem azt
be kell, bent kell venni a cégbe, a mi esetünkben pedig ez kulturális programokat jelent. Oké, akkor ez eddig hogy működött, hogy például a tavaszi az akkor nyereséges volt? Tehát az én 2000 forint, most demagóg leszek, az én 2000 forintos sajtos tejfölös lángosomon képződött nyereség, az akkor hova kerül, milyen programok lesznek belőle? Mikor egyébként kiváló ingyenes koncerteket néztem, teszem hozzá, igen. Igen, hát egyrészt konkrétan azoknak a koncerteknek a megvalósulására fordítottuk ezt az összeget. Benne volt a válasz a kérdésben, igen. Nem tudom ennyire nyomon követni, hogy a te 2000-esedet mire költöttük, de mondjuk azt, hogy erre. De hát az összes többi a cégünk egészséges tevékenysége néhány héttel ezelőtt kezdődött a Budapest Tuning pályázatunk, ahol Budapesten élő közösségeket kerestünk, akik valamilyen olyan dolgot, és szándékoltan ilyen pongyolán fogalmazok, hoznának létre a köztereken, ami az egész városban élők vagy ide látogatóknak élményt ad. Ennek az első állomása most a Lánchíd felújítása miatt az autóforgalom elől lezárt budai rakparton rendeztünk be egy budai alsó nevet viselő teret, ahol bútorok vannak, növények vannak, homokozót építettünk, grillezőt tettünk ki, hogy az emberek le tudjanak menni a Dunapartra, használják, hiszen ott most forgalom úgysem lehetséges, tehát ezt most ne húzzuk be ebbe a rakpartvitába, ami a városban van, a Lánchíd felújítása miatt le kellett ezt várni, és azt gondoltuk, hogy akkor nézzük meg, hogy ez egyébként nyáron egy bizonyos értelemben alkalmasabb helyszín, mint a pesti alsórakpart, mert már olyan délután 2 utántól a budai vár, vagy a budai hegy, az ugye árnyékot vet el a területre. Tehát ilyen programokra költjük, vagy az őszi idényben lesz például, talán elárultam Nádas Péternek a 80. születésnapja kapcsán lesz egy elrendezvény sorozatunk. Uh-huh. Ezekre a programokra fordítjuk az itt esetlegesen megkeresett nyereséget. Ez tök jó. És így már sokkal jobb érzéssel veszi meg az ember azt a forrakat. Most komolyan mondom, tényleg ez nem jó, igen, viccesen hangzik, de tényleg. Uh-huh. Ilyen ingyen koncertes bulit is terveztek, mint amit tényleg óriási, nagyon nagy részvétellel láttam, hogy tavasszal zajlott. Igen, ugye tavasszal a tavaszi vásárnak a nyitó hétvégére szerveztünk egy kétnapos ilyen koncertet. Mi szeretnénk ilyet, nem árulom még el, de tervezünk az őszre is hasonlót, mert szerintem most nagyon szükség van arra, hogy legyen olyan alkalom, amikor egy picit tudunk lazítani, egy picit együtt tudunk lenni, és egy picit a várost, és tulajdonképpen a mi egész működésünknek ez áll az origójában. Kicsit a várost nem egy ilyen infrastruktúrának tekintjük, hogy eljussunk az orvostól az iskoláig és haza, hanem egy olyan helynek, ahol mi élünk, ahol vagyunk, ahol beszélgetünk, ahol kimegyünk az utcára, ahol a gyerekekkel tudunk sétálni, és ennek az egésznek az egyik ilyen megnyilvánulási formája most például ez a rakpart. Oké. Hát ez nagyon jól hangzik, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk. A programok egyébként beszoktunk számolni a Budapest rovatunkban, úgyhogy szó volt a Budapest Tuningról is, úgyhogy örülünk, ha érkeznek ezek a hírek, és sok sikert. Én is köszönöm, és remélem, hogy akkor egy angyalkás, havas decemberi napon fogunk még találkozni. De mindenképp. Oké, köszönjük szépen. Szép napot. Sziasztok. Szép napot, jó munkát. Szia. Fajx Csabával, a Budapest Brand Nonprofit ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj! Hát ennyi fért a mai műsorban. Hát sajnos lejárt a műsoridő. Hát remélem, hogy sok érdekes témával foglalkoztunk, mi úgy érezzük, és ráadásul rengeteget tanultunk, sok izgalmas új infóhoz is jutottunk a szakértők, jó voltából, hogy nekik is külön köszönjük. Még Zoli hallgatónak is segítünk, én úgy látom, hogy körülbelül 30% viccelődés és trollkodás mellett azért tényleg erőteljesen folyik a Facebookon az, hogy megtaláljuk a dalt, amit ő szeretne, és tényleg vannak konstruktív hozzászólások, remélem, hogy Zoli megtalálja. Többen javasoltak ilyeneket, hogy Celeste Tonight, vagy Amy Secrest Let's Go, vagy Joy Crooks When You Were Mine, de van, aki természetesen viccelődik, szerintem a Three is a Magic Number című számra gondolt. Hogy ebből mekkora klasszik poén lett? Na hát, ki gondolta volna? A kiváló dalból. Okay. Jaj, Istenem. És Fer Gábor nem érti, hogy miért posztoltunk ilyen témát a Facebook oldalunkra. Ez uborka szezoni téma.
Segíteni akarunk. Nem Fer Gábor nem érti, hogy mi történik a világban. De pedig kíváncsiak vagyunk, ez megfejthető ennyiből, amit mi nem tudtunk megfejteni, de hallgatók mindent tudnak. Igen. Mindent tudnak, és segíteni fogunk. Volt így már egyszer egy ilyen, és tényleg sikerült. Többen érdekes módon a leírásból, és megmondom őszintén, nekem is az első dolog, amit mondott, az ez volt Nina Simone Sinnerman, de azért csak, mert szerintem félreértjük, hogy mit keres. Biztos, hogy nem, hiszen egy inkább 2000-es években született szerzemény lesz. Persze, az kiderült, úgyhogy... igen, azt mondta, utána kiderült, hogy ezredforduló után született. Én meg azt gondoltam, hogy ennyiből kizárt, hogy megfejthető legyen, épp ezért várom kíváncsian, hogy igen, mégis megoldódik. Nagyon jó játék egyébként. A múltkor sikerült. Köszönjük szépen. Hát akkor ennyit a mai napról. Holnap ismét itt leszünk. Szeretettel várunk fél héttől mindenkit, remélhetőleg izgalmas témákkal. Remélhetőleg holnap összejön az újabb katakör a hallgatói kérdésekre visszatérve, meg hát kijött néhány apró részletszabály is a katával kapcsolatosan, úgyhogy KKV rovatunkban ezzel fogunk majd valószínűleg foglalkozni, meg még sok egyéb másra is számíthattok. Szép napot, sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál.